Erőszakkal próbált több száz bevándorló átjutni a fehér orosz lengyel határon. Délután lapáttal, drótvágóval estek neki az emberek a kerítésnek, a túloldalon pedig a lengyel rohamrendőrök könygázzal próbálták visszaszorítani a támadást. A fehér orosz határ mentén hetek óta egyre feszültebb a helyzet, naponta százakat tartóztatnak fel. A lengyel határőrség újabb támadásokra számít, ahogy a litván kormány is Vilnius már katonai csapatokat vezényelt a határhoz. Stefán Zoltán folytatja. Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A késő délutáni korai esti lengyel felvételek tanulsága szerint az érintett térségben sátrakat állítottak, tüzeket gyújtottak, úgy tűnik, hogy ott maradnak. Kormányzati források szerint 3-4 ezer emberről beszélhetünk. Mitől függ az, hogy mikor indul újabb próbálkozás. Egy rendkívül érdekes helyzet van. Gyakorlatilag a volt Szovjetunióból két olyan terület van, ahol vita van, hogy kinek az érdekszférájába tartozik. Ma Bielorusz orosz érdekszféra. Mindent ennek rendel alá. Máshogy fogalmazva, képletesen a Lukashenko vagy Lukashenko attól függ, vagy oroszul mondom meg kell nevét, azt semmit akar, mert Putyin mögött áll. Néhány nappal ezelőtt kötöttek gazdasági együttműködési szerződést, de a két fél közt van biztonsági együttműködés is. Mi a Bielorussz cél? Ha támadják Bieloruszt, nagyon sokok sok miatt az Európai Unió, akkor visszavágok. Gazdaságilag, politikailag, katonailag nincs abba a helyzetbe. Magyarul beutaztatja Bieloruszba a különböző harmadik világbeli képletesen menekülteket, gazdasági migránsokat, elveszik a papírjaikat, pénzüket és leszállítják őket a nyugati határohoz, tehát a lengyel, illetve a balti határokoz, menjenek át. Nyilvánvalóan a lengyelek nem akarják átengedni, mert tökéletesen tudják, hogy minden borul. A Schengeni rendszer borul. Ebben a percben a németekhez a migránsok zárója egy része a migránsoknak be tudott menni Lengyelországba, és tovább tudott menni Németországba, már a németek a határt védik, zárójel. De megjelentek a németeknél a szélső jobb oldali erők, hogy ők majd kiverik a migránsokat, ezt a német rendőrség nagyon sok ok miatt nem engedhette meg. Tehát ott tartok, hogy jelenleg a lengyel bielorusz határon áll néhány ezer migráns, ezek számát úgy tudja Minsk, tehát a Bielorusz rendszer növelni, hogy akarja, és gyakorlatilag zsaroló potenciálba akar kerülni az Európai Unióval szembe. A lengyel kormány szóvivő azt mondta, hogy a fehér orosz határon még soha nem volt ennyire kritikus a helyzet, a közeljövőben az ilyen cselekmények eszkalálódása várható, fegyver használatra is sor kerülhet a legvégső esetben jelentette ki. Egyes szakértők szerint hibrid hadviselés az, aminek szemtanúi lehetünk, és már korábban is lehetett látni Szeutánnál, amikor Marokkó egy diplomáciai vita miatt fogalmazunk, úgyhogy szemet hunyta az útnak induló migránsokkal szemben, és nagy számban jelentek meg a spanyol enklávében. A válaszom azt, hogy önnek tökéletesen igaza van. Líbia szemet hunyt és hagyta éveken át Európa -b. Európába élni a migránsokat. Tunézia szemet és hagyta. Tehát ma egyre több ország szemet Mi az alap, hogy Törökország kap évi több milliárd eurót azért, hogy föltartóztassa a migránsokat? Most hogy tartóztatja fel egy más kérdés? És egyre több ország szeretne néhány milliárd eurót kapni, mert az a véleményük, hogy Brüsszelbe pénz van, politikai akarat nincs. Ebben nagyon nagy igazság van. Tehát egyszer évtizedekkel ezelőtt, 88-ban, meg azt mondta a Strauss, német miniszter, sokáig bajor miniszteren, Elnök, a CSZO elnöke, hogy Európa gazdasági óriás politikai törpe. Tökéletesen igaza volt. Európa ma perifériáin, tehát észak afrikában és a közelkeleten sem képes a valós érdekeit képviselni. Ez látszik jelenleg a bielorusz lengyel határon. Tűzparancs. Nyilvánvaló az, hogy a lengyelek az utolsó pillanatig fognak várni, ha rájuk lőnek, akkor elképzelhető, hogy visszalőnek, de senki nem akar is, én ezt évekkel ezelőtt elmondtam Európában elsőként fegyvert használni, mert egy rendkívül negatív kritika tömeget fog kapni a liberális sajtótól. A lengyel elnök egyeztetett a szlovák, a litván és a georgiai kollégájával is a helyzettel kapcsolatban. Ön mit gondol elképzelhető, hogy Kelet-Európában egy újfajta együttműködés alakul majd ki a külső határok védelmében? A válaszom az, hogy egyértelműen igen. Itt több dolgot látni kell. Egy, Ukrajna befogadott körülbelül 5000 afgánt, amerikai kérdésre, majd miután elhelyezni nem nagyon tudta őket, ezek az afgánok megindultak szépen nyugatra. Az 5000 afgán nem annyi, mint a több tízezer Lengyelországon keresztül menni akaró migráns, de azért azért rendkívül komoly tömeg, plusz a afgán kultúra, elnézést kérek, nehezen egyeztethető össze az európaival. Kettő. A közép- és kelet-európai országok, tehát a v és azok az államok, amelyek csatlakoztak hozzájuk, egyértelművé tették, hogy nem kérnek migránst. A grúz helyzet teljesen más, mert egy teljesen más van. Itt látni kell, hogy pár évvel ezelőtt Oroszország elfoglalta Grúziából azt a két területet, ahol orosz kisebbség él. Nagyon kemények ma is az orosz-grúz kapcsolatok. A grúzok szeretnének belépni az Európai Unióba és a nato -ba. Itt mindenki be akar lépni a NATO-ba, meglátjuk, hogy mi lesz. Szerintem Ukrajnának elvi sincs, mert egy ország, amelyik háborúban áll, nem léphet be. De tény az, hogy Közép- és Kelet-Európa olyan új feladatok elé kerül többek közt a migránsok megállítása, amely eddig ismeretlen volt. Utolsó mondat. Pár héttel ezelőtt a görög menekültáborokban 80 ezer migráns volt, 50 ezer eltűnt, megindultak a balkáni útvonalon, és kiderült, hogy a balkáni országok bár millió dologban nem értenek egyet egymással, abba egységesek, hogy a migránsokat meg kell állítani, nem mehetnek keresztül a balkánon, elképesztő kárt okozva a szlovénak, a magyarok, a osztrákok úgy be őket. Az Európai Bizottság is megnyilvánult a lengyel fehér -orosz határon történt esettel kapcsolatban, és elítélték Fehér-oroszországot azért, mert hogy szerintük a migránsokat fegyverként használták Lengyelországgal is, így az unióval szemben, az uniós szankciókra egyfajta válaszként, de továbbra is hangsúlyozták, hogy humánus megoldásra van szükségünk. Mit gondol, mikor jön el az a határ, amikor a politikai megnyilvánulásokat már olyan konkrét cselekvés is követi, aminek valódi hatása lesz? Egy újabb szankció Minskkel szemben mit ér el? Semmit gyakorlatilag azt csinálnak, amit akarnak, hát Minsknek valós kapcsolata az Európai Unióval nincs. Periférikus kapcsolatai vannak, számára a fő probléma mindig Moszkva. Ha Moszkvával meg tud állapodni, akkor olyan szankciót hoznak vele szembe, amilyet akarnak, nincs jelentősége. Brüsszelbe egyszer rá kellene ébredni arra, hogy valós szankciók kellenek, és Európa védelmét egy dolog tudja garantálni, a Schengeni határok védelme, az Európai Unió védelme, és a migránsok be nem engedése. Ha bármi más csinálunk, akkor elnézést, hurokba dugjuk a fejünket, méghozzá középtávon. Ha már védelemről van szó, engedje meg, hogy átmenjünk Franciaországba, hiszen reggel Kánnál egy algériai származású, 37 éves férfi, aki legálisan tartózkodott Franciaországban, egy rendőrhöz ment, és ott egy autóhoz lépett, amiben négy járőr ült. Először a sofőrhöz ment, mondva csinált indokkal, majd rátámadt egy késsel, nem sikerült megsebesítenie, miközben megkerült a járművet, kiszálltak a, a, rendőrök az autóból, és használták a szolgálati fegyverüket, életveszélyes állapotban került a támadó a kórházban. A támadás közben többször is a profétát emlegette, egyelőre nem kezelik terrorcselekményként ezt az esetet, és nem volt korábban a rendőrség látókörében. Ismét egy magányos elkövetőről beszélünk. Mi az, ami miatt radikáló, radikalizálódhatnak? Ez már nem az első ilyen eset. Ön sok dolgot mondott, próbálok

Algéria francia gyarmat volt, rendkívül szemét módon kizsákmányolták kettő. Volt egy kőkemény 8 éves felszabadító háború, 54-től 62-ig, ma már az embereknek semmit nem mond, egy Ahmed Ben Bella nevű ember irányította akkor a függetlenségi arcot három. Rengetegen átjönnek ezekből a volt francia gyarmatokból, mert egy van, a nyelvet tudják. Mi a probléma? Nem tud beintegrálódni a munkaerőpiacra, a lakáspiacra, az oktatásba és nagyon sok egyébe, így óriási hátrányból indul, és a ezt a hátrányt nem tudja behozni. Ennek megfelelően még az is radikalizálódik, mint ez az ember, akinek korábban nem voltak elnézés priuszai, és nem volt a rendőrségen dosszia. Itt látni kell megint azt, hogy Franciaországban ma a lakosság egyre nagyobb rész, része nem francia származású, és nagyon komoly problémát okoznak. Ezért a francia politika rendkívül óvatos, jövőre államfőválasztás lesz, nem merik kimondani, hogy terrorcselekmény volt, holott nyilvánvalóan az volt, én, mint hülye amit annál ezt kimondhatom, ők azt fogják mondani, hogy nyilvánvalóan szegény elmebeteg, szegénynek megártotta akármi, szegényt vigyük pszichiátriára, de ha meg megölte volna azt a rendőrt, és nem lett volna a rendőrön páncél akkor nagyon komoly probléma lett volna. Így mindenki azt mondja, hogy lelőtték, meglátjuk, hogy életben marad-e, de ez egy tökéletes szimptomája annak, hogy a nyugat-európai társadalmak rendkívül felemás módon kezelik a terrorizmust. A közelmúltban arról is lehetett hallani, hogy magasrangú katonák, illetve egykori, most már nyugállományba vonult katonák, de jelenleg is állományban lévők írtak alá petíciót, amiben pontosan erre a veszélyre hívják fel a figyelmet. És múlt kedden is Történt Franciaországban egy támadás az is rendőrök erre irányult egy metró megállóban ott állá akárt kiáltott a sajtóhírek szerint az elkövető és áprilisban egy rendőrnő halt meg, amikor szintén egy rendőrállomás előtt támadtak rá. Említette, hogy jövőre választás lesz. Ilyen háttérrel hogyan lehet? Mit kell tenni ahhoz, hogy hogy megváltozzon. Hiszen Egyrészt az látszik, az hogy egész a francia politika azt mutatja, hogy a multikulturális politika nem működik, megbukott. Másrészt minden francia párt próbálja az ott élő és szavazati joggal rendelkező migránsokat megnyerni. Tehát senki nem fogja kimondani, hogy kérem, ez az algériai, ez egy terrorista. Azt fogják mondani, hogy vizsgáljuk meg, nézzük meg, szegényke valószínűleg rossz napja volt, szegényke milyen problémái voltak, stb. Tehát ez fölfoghatatlan. A nyugat-európai társadalmak ebbe a csapdába belementek. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ma már a nyugat-európai átlagember nem, nem kér a migránsokból. A migránsokkal bejönnek a terroristák, és bejönnek egészségügyi problémák. Ma a migránsokkal nem lehet mit kezdeni, mert jelentős részük nem hajlandó dolgozni, nem áll be a munkaerőpiacra, ha beállóban nincs köszönet. Tehát egy rendkívül furcsa helyzet van ma nyugat-európa legtöbb országába, ezért ma az Európai Unió 27 államából öt az, aki kislétszámú migráns hajlandó befogadni, a többi kerek peres nem. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy Én itt Én köszönöm ott. szépen a meghívást.